Fő profilunk a szántóföldi növénytermesztés, de ezen kívül van egy 25 hektáros intenzív almásunk, és egy 20 hektár medgyesünk. Ehhez kapcsolódik egy 500 tonna hűtőtároló. A megyében 16 ezer gyereket szolgálunk ki az iskola gyümölcs programba, gyümölcslével, illetve almával. Főbb szántóföldi növényeink őszi búza, őszi árpa, kukorica, hibrid kukorica vetőmag előállítás, olajtök, ami a cukorrépát váltotta ki a Szerencsi térségbe, és napraforgó vagy szója. Életfilozófiánk a fenntartható gazdálkodás. Kifejezetten egészséges élelmiszert szeretnénk előállítani magas beltartalommal, és ekközben szeretnénk óvni természeti erőforrásainkat. Évek óta használjuk a Eurofertil alaptrágyákat, a top 35-öt és 45-öt, meg vagyunk ezekkel a termékekkel elégedve. Rendkívül jó a szorhatóságuk, barátságosak az élő szervezetekhez. Új formációban van benne a foszforható anyag, az úgynevezett topfosz formáció. Ezen kívül tengeri meszet, meszkát tartalmaz, ami nagyon fontos a talaj pH-ja szempontjából, és ezzel semleges körüli pH-t tudunk kialakítani, ami által javul a talajok tápanyag szolgáltató képessége. Véleményem szerint rendkívül kíméletesek a talaj élőlényeivel szembe. Tudjuk, hogy a talaj élőlényei, a mikroorganizmusok óriási szerepet játszanak az anyagásványok föltárásába, növények számára fölvehető formába, alakításába.